Picit szomorúnak nevezte az eseményt Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere, mind a Kaposmenti Társulás, mind a Dombóvári Szociális Társulás tekintetében is zárul egy időszak, hiszen október elején alakulnak az új testületek, és ezzel egy időben az új társulások is. A mai nap egy picit ünnepélyes is lesz, hiszen van 5 polgármester kollégám, aki úgy döntött, hogy már nem indul a megmérettetésen, és nyilván megkezdik békés civil életüket. Van, aki új pályára megy, van, aki nyugdíjas lesz, és nyilván otthon fogja tölteni az idejét unokájával, a szerencsésebbek. Remélem, hogy jó szájízzel válunk el egymástól, hiszen egy elég tartalmas, mozgalmas 5 évet tudunk magunk mögött. Isten igazából, talán azt sem mondanám, hogy ez a legboldogabb 5 évünk volt, hiszen pandémia volt, orosz-ukrán háború hatásai éreztük nap, mint nap. Maradjunk annyiba, hogy ez egy küzdelmes ciklus volt. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező év sokkal több örömet rejteget számunkra, mint az elmúlt időszakban tapasztaltunk. Az elköszönőknek jó erőt, egészséget fogok kívánni, és nagyon remélem, hogy nem felejtenek el minket, és mindig jó emlékkel őrzik ezt a néhány évet, amit együtt töltöttünk. Az ülésén résztvevők abban mind egyetértettek, hogy egy küzdelmes időszakot tudnak maguk mögött. Valamikor a kis térségek alakulása a 90-es évek végén történt kormányrendelet szerint. Erre az időszakra tehető a Dombóvár és a környező 15 település első együttműködése is. A Kaposmenti Társulás az 2015-ben jött létre, amikor úgy döntöttek a falvak, hogy Dombóvárról leválnak, és megpróbálnak önálló életet élni. Ez a visszarendeződés 2019-ben történt meg, amikor jó magam, aki addig elnöke voltam a Kaposmentinek, Dombóvár város polgármestere lettem, és nagyon remélem, hogy soha többet ez a törésvonal nem fog kialakulni, hiszen nem őrzi senki jó emlékét annak a ciklusnak, amikor a város és a 15 település külön utakon járt. Nagyon remélem, hogy október második felében, valamikor ott 20-a és 30-a között meg tudjuk tartani az alakulülésünket. Nyilván, amit említettem is már, remélem, hogy ez egy örömteli időszak lesz, hiszen a 2021-27-es fejlesztési ciklusnak a közepén vagyunk. Remélem, hogy a toppos pénzek végre Brüsszelből megindulnak, és egy elkövetkező időszakban nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztéseket tudunk végrehajtani az egész térségben. Brunner Dezső Várong leköszönő polgármestere 30 éve tagja a társulásnak. 1994 óta vagyok Várong község polgármestere, éppen most, ugye 30 éve, most éppen már tovább, ugye én nem leszek, választottak egy új polgármester, de hát most már nem is bánom, mert egy 30 év nagy idő, és azóta tagja vagyunk mi a kistérségi társulásnak is. Nagyon fontos szerepet töltött be a kis falvak, de a nagyobb faluk életében is ez a társulás, mert ő szervezte a dolgainkat, és ilyen kicsi kis falu nem tudna sok mindent megcsinálni, de azért egy ilyen nagyobb formában azért mindent el tudtunk érni, amit szerettünk volna is, sokkal kedvezőbben, sokkal kevesebb pénzért, mert bizonyos összeget kellett fizetni, de ezek csak inkább ilyen jelképes összegek voltak, de ugye voltak pályázatok, azért segítették a munkánkat. Én megmondom őszintén, meg voltam elégedve mindig a társulás munkájában, nem voltak olyan dolgaim, hogy na most aztán én kilépek meg, mit tudom, én nem tetszik. Jó volt, és szerettem is csinálni, és javaslom is a utódomnak, hogy lépjen be, és folytassák ezt a munkát tovább. Az alig 130 lélekszámú Várong polgármestere elégedetten vonul vissza. Nekünk nem volt olyan gondunk, hogy a legtöbb önkormányzatnak, hogy napi filéres gondjai vannak, nekünk azért nem volt, tehát az iparizési adó, foglalkoztunk a faluban zöldségtermesztéssel 13 évig, kertészkedéssel, ezt is támogatta ugye az állambácsi, és sokan dolgozhattak ott, de már erre nem nagyon van ember, és ebből is jó kis bevétel szoktunk csinálni, egy ilyen 2 millió forint körül. És hosszú távon ez azért elég sok pénz. Én nem panaszkodhatok, azt mondom, mert sokan, hogy mi jár az meg minden. Nekem nem volt gondom. És azt mondtam éppen most, hogy leköszöntem, hogy ugye 30 évig voltam, 3 évtized, 4 század, ez egy nagyon, nagyon hosszú idő, de azt csináltam egész életemben, amit szerettem. Tehát én nem főállású polgármester voltam soha, hanem tiszteletdíjas.